Ó, gyerekeim, nem kis munka. Sajnálom, hogy suli vagytok, és nem tudtok nekem segíteni. Figyelj, tehát ez egészen elképesztő, de remélem, majd idővel ti fogtok dolgozni, és én fogok tulajdonképpen lazítani, úgyhogy megyek meg dolgom. Imre, mennyi doboz kell még összerakjunk? 210? 210. Fú. Megveszem a főnököt. Te mit csinálsz, fiam? Te mit csináltál? Te így tanulsz, fiam? Nem is tabletes. Ne hülyéskedj már, fiam, egy csomó dolgunk van ma most. Tényleg, direkt megkértelek, hogy csináld meg a leckédet. Azért jöttem, mert szeretnélem, hogyha csütörtökön eljönné be velem. Nem tudom, hogy hogy van az időbeosztásod. Nekünk 6 órára fel kéne írjunk a cégünkhöz. Tudod miért? Este 6. Igen, azért kell felérni a céghez, mert hogy jön hozzánk a nyertes. Volt 3 aranydoboz nyertesünk ugye a hónapban. Rengeteg dobozt eladtunk, és ugye az egyik nyertesnek szeretném, hogyha te, mint a cég elnöke, az egyik aranydoboz tulajdonképpen átadnád a nyertesnek, ünnepélyes keretek között, stb. Úgyhogy szeretnének meginvitálni erre a kis sztorira. Milyen napod volt egyébként? Nekem jó volt. Csütörtökön, de amúgy nekem nincs is semmi, szóval. Na, komolyan? Na, akkor hát 4 órán van és nincs. Na, szuper. Na, igen, mert most már ugye jön a szülindő, stb. Hát sőt, akkor már utolsó tanítás és vége. Nagyon jó. Na szóval, milyen napod volt? Hogy mint? Jó. Jó hír, meg egy rossz hír. Ajaj, én nem szeretem az ilyen jó meg rossz híreket. Hát jó, kezdjük az új, kezdjük a jó hírrel. Kapna egyet és matekból. No, yes, az tényleg jó hír. Mi volt ezek a hangok? Hallod, de mi a rossz hír? Valakivel összevesztél, vagy mi van? Nem, kapna egyest. Mi van? Rajzból. Fiam, ne hülyéskedj már, hogy lehet rajzból egyest kapni? De most komolyan, nem tudsz rajzolni? Vagy mi van vele, fiam? Hát egy, nem bírok rajzolni amúgy olyan szépen. Kettő. Hát de ennyire, hogy egyes kapsz? Hát ne hülyéskedj, egy vonalat csak tudtál húzni, ne hülyéskedj már. Nem, színezni kellett, és a kis Jézus kellett színezni. Meg leírtam, egy ilyen kendő volt a fején, vagy nem tudom, az mi volt. Ráírtam, hogy Gucci. Te most viccelsz velem? Te egyházi iskolába jársz, fia. És te tényleg ráírtad a Jézuska fejre egy Gucci. És hát gondolom, ezt a tanárnő nem viaszta. Úristen, fiam. És van mely ide egyébként rajzból? Aha. Az milyen? Ötös. Meg egy 3-as. Jó, tehát akkor megbukni nem fogsz. Mert figyelj, annyira jó a magaviseleted is, nagyon jókat javítottál, ahhoz képest, hogy elsőben 3-as volt a magaviseleted, most már tök jó minden. És ehhez képest... Ha jó lenne! De miért vetted ezt ilyen komolytalanra? Jaj, fiam. És más nem volt? Nem. Ezért kaptad az egyest? Hát igen. Biztos? Biztos. Más nem volt? Azért, mert már ismerlek, mint a rossz pénzt, öreg. De jó, de szóval rohadni fog. Rajzoltam egy csongát a szájam. Amúgy nem csongát, csak ilyen sima cigit. Rajzoltál egy sapkát a fejre, ráírtad, hogy Gucci, és még egy cigit is rajzoltál a szájába. De kisfiam, Jézuskával nem csinálunk ilyen. Kisfiam, komolyan kell venni a dolgokat. Ha már megmondom őszintén, én is 5-es voltam, mikor ugyanebben a cipőben jártam, és egy életre megtanultam, most remélem, hogy te is. Figyelj, én mikor gyerek voltam, akkor ugye Erdélyben éltem, és hát ugye akkor ugye kommunizmus volt. És a lényeg, hogy úgy voltak a tankönyveink, hogy minden egyes tankönyvnek az első lapján ott volt Ceausescu-nak, tudod, diktátornak ott volt az arca. Ceausescu, mint valami kis. Ceausescu, ugye, akkor én kisrác voltam 5-es, akkor tulajdonképpen ugye minden füzetbe, táblán, minden tanteremben fönn volt, stb. És hát ugye uniformisban jártunk, fehér ingben én jó tanuló voltam, mindig benne voltam az első 3 tanulóba, akkor volt olyan kitüntetés, fehér ing, pionírnyakkendő, stb. Tehát az mi időnkben ez volt. Képzeld el, 5-be én is nagyon viccesnek gondoltam a sztorit, megfogtam, hogy Ceausescu-nak rajzoltam egy bajszot, meg rajzoltam egy szemüveget rá. Jó, hát tudod, igen. hogy elkalapáltak, öreg? Elmondani nem tudom. Tehát két akkora taslit kaptam, érted, hogy szerintem még az orromvérét elindult. Apa így bejön a fejébe apának, hogy lerepül a pajszikra. Figyelj, elmondom neked, két akkora sallert kaptam, hogy azóta onnantól kezdve nem vettem nagyon poénosra a dolgokat. Erről még beszélgetni fogunk, mert ez, megmondom őszintén, ez az egyes mélyen érintett. Az ötösnek nagyon örülök, de ez az egyes fiam, ez soha többet nem forduljon elő. Megértettük egymást? Az légy szíves, azt a tabletet adjad idefele, a könyvek alól vegyed ki, mert nem láttál semmit. Nem láttam semmit. Most láttál, azt pucol ki innen, mit állít magácska? Az egy hologram. Az egy hologram, fiam. Figyelj, ezt azért még megbeszéljük, ezt nem fogom annyi bajni, ezt az egyest. Gyere, Joki! Hallod, visszajövök, a lecke legyen megcsinálva, fiam. Oké. Okay. Gyere, Joki! Na, mizu kicsi lány, neked nem lenne valami más elfoglaltságod? Mit csinálsz te? Hát írom. Lecsózol, vagy mi az? Írom a naptárba, hogy mikor mi lesz.
Hallottad, hogy Norman kapott egy egyest? Igen. Mi a véleményed erről? Hát, hogy nem tud rajzolni. Hát nem feltétlenül az, hogy kapta, nem tud rajzolni. De nem mindenki tud szépen rajzolni. Jaj, kislány, most védjed a bátyádat, jó van. Kapott egy egyest, tudod pontosan, mit csinál. Tudod, hogy mit csinál? Hát valami Gucci is valami. Mit tudom én. Na jó van, hagyjuk, dobjuk a témát. Figyelj, mit akarok mondani? Te nem sokára mész fellépni. Hát megyek a táncokkal fellépni. Hát... Nagyon izgulok. Tényleg? De nem szoktál izgulni, mert nem tudom, ez hányadik a 30. fellépésen. Hát lehet, de... Nem tudom, mennyi versenyt nyertetek, stb. Nem kell izgulni, mitől izgulni? Sokat tudtunk felakasztó az érben. Ja. Na jó van kicsim, akkor hagylak is. Kimegyek meglátogatnak, én is megnézem a fellépéseket, oké? Jó. Majd ott kacsintok, mikor majd ott leszel a színpadon. Majd a végén lesz szaloncukordobálás. Komolyan? Na jó van. Nagyon ügyes voltál kis Szilmiké apjának, nem is voltál nagyon? De. De? Látom, hogy le is egy kicsit izzadva. Egyen is menj. Nagyon ügyes voltál, megpróbáltalak fölvenni. Menjél szépen vissza a backstage-ben, ahogy megfázzál még kicsit. Lesz egy tánc, de az ilyen csoportos lesz, hogy mindenki. Jól van, kicsikém. Na, várunk haza Norman csóra. Jó? Ügyes voltál. Meg táncoljatok. Meg van egy, nem? Nagyon ügyes voltál Bocsi apának, várjál. Bocsi apának, szeretlek. Utás vissza. Na kis fiacskám, készen vagyunk. Elég jó kis úriemberes lett a pacekod. És ahogy te fogalmazol, hogy hívod a félcipőt? Kobolcipő. Kobolcipőt, azt nem vetted fel, úgyhogy most ilyen rockstáros vagyom ott. Megpróbáltam hozzád öltözni. Egy a lényeg, mindig, mikor felöltözöl. Hogy tényleg, nézd már milyen gyűjt. Technikailag azért ez nem túl jó. Tehát ilyenkor, hogyha kék-kék van, akkor ide például elfért volna egy piros nyakkendő mind a kettőnknek, majd veszek neked is. Ami a lényeg, hogy mindig ezt a felső gombot gombolja csak be. Tehát az úriember onnan tudott, hogy ő egy öltönyös fickó, hogyha az alsót is begombolja, akkor azt jelenti, hogy ő csak ilyen lagzi, úriembert, tudod, aki csak a lagzival járkál. Látod, mennyire rosszabbul áll, hogyha az alsó be van gombolva? Mindig csak a felső, és mindig, mert itt alul, látod, széthúzod, ott figyelj ki a nyakkendő. Mit tudsz csinálni? Meghúzod, középre igazítod, látod? Így né. Középre, és akkor valahol mész, beülsz a kocsiba valami, megállsz, meghúzod, éppen itt be tudsz nyúlni, itt egy kicsit még a nyakon igazítani, így benyúlsz, meghúzod, és tulajdonképpen úgy van. A másik szabály, amire oda kell figyelni, szintén, hogy az ingúja egy kicsit kilógjon a zakó alól. Úgy né. Akkor tudod, így legyen. A következő, tehát mindig ezek a fontos etikettek, amikor elindulunk valahova. Jó lett a séród is, fiam, mehetünk. Felkészültél? Na, gyerünk, támadás! Itt nézd csak, ezt lehúzod, így. Van itt egy ilyen kis fülecsket, fölhajtod, és kinyitod. Hát ezek vannak benne. Valami nem furcsa? Igen, nézd meg, látod magad a dobozba. Ez azt jelenti, hogy ez valamivel másabb. Nintendo Switch. Bizonyám, ebbe ez van. Tehát tulajdonképpen gratulálhatunk. Ti lettetek a 900. vevő, igazából is 3 arany doboz lett kisorsolva, és ti vagytok az egyik. Úgyhogy ti nyertetek egy Nintendo Switch-et, meg mindenféle földi jót, ami benne van a dobozban. Fiam, gyere, menjünk haza, elég volt mára. Figyelj, köszönöm szépen, hogy eljöttél és segítettél, ugye a harmadik Lamboxnak a harmadik aranydobozát sikerült ma este átadni. Látod, ebből is mi a tanulság, idén kezdtük ezt a vállalkozást, nagyon nagy sikerre. Harmadik aranydoboz. Így van, hát jó, a decemberi hónapban hát harmadik. Egyébként nagyon... Ja, de nem, mert minden 300. Pontosan így van, tehát hogy a 3 dobozt
3 arany dobozt adtunk, akkor 9 számon, hogy 900 dobozt adtunk el. De nem is ez a lényeg. A lényeg csak csupán annyi, ha látod, igazán kitartó vagy, és teszel érte, és nagyon akarod, mi történik? Sikerülhetsz. Jó? Gonosz. Jó, édes fiam. Úgyhogy köszönöm szépen az éves segítségedet. Remélem, hogy kicsit azért több energiát meg erőt fogsz erre a történetre fordítani. Gyönyörűen jövőre szeretném, hogyha még jobban rákapcsolnánk is, még több dolgot tudnánk elérni. Mit szólsz hozzá? Oké, hát én is benne. Jó? Na, vegyed akkor a táskánkat, légy szíves. Aztán induljunk. Mostantól én vagyok a fő. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. És a székely udvarhelyi nézőinek nagyon nagy pacsi és ölelés. Sziasztok!